Újabb sérülteket engedtek ki a kórházból a szlovákiai buszbaleset érintettjei közül. Van, aki hazamehetett, többeket viszont magyarországi kórházban kezelnek már tovább. Az orvosok azt mondják, hogy mindenki fel fog épülni. A magyar turistákat szállító busz még hétfőn ütközött egy kamionnal az autópályán. A vizsgálat még tart, általános veszélyeztetés miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen. A szlovákiai buszbaleset legdrámaibb felvételei. A magyar nyugdíjasokat szállító jármű elejéből alig maradt valami, a kamion pedig az árokban végezte. A tragédiában az egyik buszvezető meghalt, többen életveszélyesen megsérültek. Három beteget azóta is az intenzív osztályon kezelnek, ők lélegeztetőgépen vannak, de több könnyebb sérültet is itt a pozsonyi és a környékbeli kórházakban láttak és látnak el. Napról napra többeket engednek haza. Pozsonyból az egyetemi kórházból tegnap 2 beteget elbocsátottak, így aztán 10-re csökkent azoknak a száma, akiket itt ápolnak Pozsonyban, és így volt ez a malackai kórházzal is, ahonnan szintén 2 hölgybeteget elbocsátottak tegnap, ők a családjuk körében tudtak hazautazni, azzal a feltétellel, hogy Magyarországon még további műtétek várnak rájuk. Itt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházban például, ahová a tervek szerint több sérültet átszállítanak a napokban. A kórház a sérülteknek a fogadására felkészült, a baleseti sebészeti osztály 140 ágyja üzemel, lényegében korlátlan műtőkapacitás van a sérülteknek az ellátására, mi 20 ágyas intenzív osztályon és 20 ágyas intenzív posztoperatív őrzőn várjuk a műtéten átesett betegeket. Az első sérülteket is ide szállították még 2 hajnalban. Összességében 13 embert kezeltek. Közülük 6-an ambuláns ellátást kaptak, 7 beteget pedig az osztályokra vettek fel. Egy sérült most is orvosi megfigyelés alatt van, 6 embert pedig meg kell műteni. Mentzer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben kiemelte, jelenleg 18 sérült van kórházakban, de már egyeztetnek a betegek hazaszállításáról. A munkatársaink mellett 6 szlovákul beszélő magyar szakápoló segíti a kommunikációt, a kapcsolattartást. Megkezdődött az együttműködés a Magyarországos Mentőszolgálattal a betegek hazaszállításával kapcsolatban. Jelenleg 3 beteg hazaszállításának előkészítését végezzük. A biztonságérv nagyon számít. Akár 70-80%-kal kevesebb súlyos sérülés történt volna, ha az utasok be vannak kötve a buszon, állítják a közlekedési szakemberek. A körülményeket ugyan még vizsgálják, az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint azonban nem feltétlenül a sofőr hibája okozhatta a balesetet. Az autóbusznak jobbra volt állítva a kereke, tehát az, hogy elaludt, az én úgy érzem, hogy kizárható, tehát ő megpróbált menekülni ebből a helyzetből. Nagy valószínűséggel a kamion vagy bevágott előtte, vagy fék problémája volt, és hirtelen befékeződött. Amennyiben a magyar buszvezetője hibázott, a hazai kötelező felelősségbiztosítás állja a kárt, de ha a román kamion a vétkes, akkor meg kell várni az ottani biztosító intézkedéseit, mondta a Mabisz kommunikációs vezetője a híradónak. Lambert Gábor szerint remélhetőleg az utasok többsége kötött biztosítást, ami az ő költségeiket fedezni fogja. Ha rendelkeznek utasbiztosítással, ennek teljes költségét fedezi az utasbiztosításuk, de mivel állami kórházba kerültek, ha rendelkeznek európai egészségbiztosítási kártyával, annak a költségeit maga az egészségbiztosítási kártya is fedezi. A buszbaleset ügyében a szlovák rendőrség általános veszélyeztetés gyanújával indított büntetőeljárást. A hatósági vizsgálat még tart, jelenleg nem gyanúsítottak meg senkit.